Sziasztok! December 13-a van, pontosabban december 12-e, de ti majd 13-án nézhetitek először ezt az adást. Ahogy Csaba mondaná, hétfő ami kedd, vagyis kedd ami szerda. Na mindegy, még jó, hogy az előző videó az időszámítás nehézségeiről szólt. December 13-a pedig Luca napja, a hagyományok pedig nagyon fontosak, úgyhogy most elindulok, és összeszedem azt a 13 fát, amiből elkészülhet a Luca széke. Igaz, a régi hagyományok szerint megvolt a pontos menete, hogy hogyan kell egy ilyen széket készíteni, de nekem sajnos alkalmazkodnom kell a Lumumba úti környezethez. Itt például végig ez a gyönyörű fasor hársakból áll. Hárs, kőrés, ostorfa, eper, csörgőfa, tölgy, fűz, platán, korai juhar, nyír, vagyis vág, nyár, vagyis hogy tél. Tomi, nem tudok úgy szóvicceket gyártani, hogy konkrétan elvárod. Ez egyszerűen blokkolja az agyamat, jó? Zöld juhar, tiszafa, és itt van is levágva a földön. És végezetül egy jokmok étkezőszék, ami fenyő. Vagy szerintem Lutz, bár nem vagyok egy IKEA ipari mérnök. Ugye tényleg nem vártátok, hogy össze fogok asztaloskodni egy széket. Szóval szép ez a hagyomány, csak azt nem értettem soha, hogy miért ünnepeljük december 13-án Lucát, azaz a Last Universal Common Ancestor, vagyis az utolsó egyetemes közös őst, ugyanis a Luca ennek az angol rövidítése. Figyelem, a Luca nem azonos a szintén igen régen futott Lucyvel. Nem ezzel a Lucyvel, hanem ezzel. Nyomj egy lájkot, ha te is vagy olyan öreg, hogy értetted ezt az utalást, mármint nem olyan öreg, mint egy Australopithecus, hanem mindegy. Ezt a videót elsősorban nem biológusoknak szánom, úgyhogy még most megígérem, hogy nem fogok használni olyan bonyolult kifejezéseket, mint a filogenetikai törzsfa, a polimorfizmus vagy a szekunder radikuláció, különösen azért, mert ez az utóbbi egyáltalán nem ez a témakörhöz kapcsolódik. Tehát beszéljünk egy kicsit Lucáról, vagy Lukáról. Nem Luca Lukáról. Jó ég, ezt gyerekek is nézhetik. Mostantól következetesen lucázni fogok, már csak a poén kedvéért is. Remélem ez a megértés nem fogja befolyásolni. Tehát milyen lehetett az a régmúltba vesző élőlény tömeg, amire minden ma ismert, és persze nem ismert élőlény, mint legközelebbi közös ősére tekinthet. És itt most álljunk is meg egy pillanatra. Nagyon fontos, hogy Luca nem az első élőlény a Földön, vagy a Siriuson, vagy akárhol, hanem az utolsó olyan, amire mindannyian vissza tudjuk vezetni a családfánkat. Azt szerintem viszonylag tiszta, hogy bizonyos élőlények közelebbi rokonságban vannak egymással, mint másokkal, és azok, amelyek közelebbi rokonok, azok több közös tulajdonságot is hordoznak. És itt nem csak megjelenésre kell gondolni, hanem olyan gyakran bonyolult élettani folyamatokra is, amelyek első ránézésre nem túl szembeötlőek. Ebben a videóban ilyenekkel most nem foglalkozom, de lehet, hogy erre a témára majd visszatérek valamikor máskor. A zöld juhar és a korai juhar nagyon sok mindenben hasonlítanak egymásra, még ha ez így első ránézésre nem is jön le rögtön. Viszont már sokkal nagyobb a különbség köztük és a csörgőfa között, annak ellenére, hogy ezek mind egy családba tartoznak. Ehhez a háromhoz, hogyha egy nagyobb kategóriát veszünk, akkor hozzávehetnénk az ostorfát is, igaz, ez egy más evolúciós utat választott magának, nagyon hasonlót ahhoz, mint amit a kender is, aminek egyébként közelebbi rokona, mint ezeknek itt. Mondjuk lehet, hogyha a kendert raktam volna ki a videó címébe, akkor sokkal többen kattintottak volna. És így haladhatunk tovább. A tiszafa például már csak nem is zárva termő, de ezek így együtt még mindig növények, amik rengeteg közös tulajdonságban még így is osztoznak. Például fotoszintézisre képesek, van sejtfaluk, a vegánok gond nélkül ehetik őket. Mondjuk a tiszafát jellemzően nem, mert a magköpenyét kivéve elég erősen mérgező. De ez még messzebbre is mehet, például össze lehet vetni ezeket ezzel a kis mikrokertészeti projektemmel, ami lényegében nem áll másból, mint zuglói mohákból egy befőttes üvegben. Nem megyek tovább, azt hiszem el tudjátok képzelni. És persze ugyanezt végig lehet játszani az állatokkal is. Én például sokkal több mindenben osztozom kumisszal és a mélyhűtőben található fagyasztott denevérrel, mint mondjuk egy liszkukaccal. De valamennyi közös persze még így is van bennünk. Ha azt hiszem valamin átsiklottunk, mit keres egy fagyasztott denevér a mélyhűtőben?
Szerintem ezt most hagyjuk. Maradjunk annyiban, hogyha elég nagy kategóriákat veszünk, akkor akár mi emberek is tudunk közös vonásokat találni állatokkal, növényekkel, gombákkal, baktériumokkal, vagy akár nekünk nem szimpatikus politikusokkal is. Most már csak azt kell megtalálni, hogy mi az a legnagyobb közös osztó, ami minden mai élőlényben megvan. Vagy legalábbis meg volt, de ilyen-olyan okokból az elmúlt 3,5 milliárd évben egyszer csak nem lett meg. Aztán meg kell nézni, hogy ezeket is felhasználva, hogy ketyeghetett egy ősélőlény. Azt, hogy pontosan hogy nézett ki, azt senki nem tudja, de szinte egészen biztos, hogy nem így. Az is igaz, hogy sokan azt sem gondolták volna, hogy az állatorvos így néz ki. Üdv mindenkinek! Én mondjuk igen, mert korábban még Habcival csináltunk vele interjút, de én is meglepődtem, amikor először láttam. Korábban még az egyik videójában ő is foglalkozott a Luca témával, egy teljesen más megközelítésben, be fogom linkelni odalent. De akkor nézzük, hogy eddig mire is jutottak a kutatók. Az biztos, hogy a mi kis egysejtű Lucánk nem lehetett egy bonyolult teremtés. A kettős lipidréteggel határolt törékeny kis takonytestét jó részt víz alkotta. Fehérjéi nyilván voltak. De... Ezeket aminosavakból építette fel ribosómák segítségével, hasonlóan, bár nem olyan bonyolult módon, mint mi. Hogy a genetikai kódját mintárolta, az egyelőre vitatott. Egyes kutatók úgy gondolják, hogy az egész életét meg tudta oldani RNS-ekkel, mások viszont azt valószínűsítik, hogy azért volt valami primkú kis kör alakú DNS-e, ami szabadon úszkált a sejtplazmájában. Azt szinte egészen biztos, hogy ismerte az ATP-t. Mondjuk, ha jobban belegondolok, akkor ezek szerint sokkal előre haladottabb volt, mint egy bioszból bukásra álló 11-es. Luca néhány száz enzimmel képes volt leélni az egész életét. Nem voltak első világbeli problémái, nem hisztizett, nem nyígott. Az is lehet, hogy teljesen boldog volt. Az előfelsoroltakon kívül persze még lehetett egy csomó olyan biokémiai tulajdonsága, amit mind tőle örököltünk. Hát igen. Van, aki budai villákat örököl, és van, aki bioszintézis útvonalakat. De higgyétek el, hogy a boldogsághoz az utóbbiakra sokkal alapvetőbb szükség van. Szóval erről a primitív kislényről emlékezünk meg minden év, december 13-án. Csak azt nem értem, hogy hogy jönnek képbe a boszorkányok. Írjátok meg kommentben. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!